Hát ugye a jelenlegi adatok szerint június elejére a főváros átlépi az úgynevezett mínusz 25 milliárd forintos túlélő vonalat, augusztus végén pedig a mínusz 75 milliárdot, ami azt jelenti, hogy fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. Tényleg csődbe mehet Budapest? Hogy végleg csődbe menjen Budapest, én azt nehezen képzelem el. Az is nagyon jól látszik, hogy Karácsony Gergely jól észrevehetően alkalmatlan arra feladat, hogy a főpolgármesteri pozíciót betöltse, már csak azért is, mert az a fővárosi vagyon, ami rá van bízva, az a jól láthatóan felelőtlenül gazdálkodik. Itt már a felvezetőben említve volt, de szerintem fontos kiemelni, hogy Budapest egy nagyon gazdag város, a egyik legtöbb iparűzési adóval rendelkező város Magyarországon, ebből kiindulva például 2023-ban 271 milliárd forintot várnak ebből az adónemből, és hát fontos kiemelni azt is, hogy az előző városvezetés 2010-től 2009-ig, amikor Talós is várnak, azt mondtuk, a 214 milliárd forintos többlettel adták át a kasszát. Ennek tükrében érdemes ezt vizsgálni, hogy most már augusztusra odáig fajul a helyzet, hogy nem, hogy ez a megtakarítás ez apat, hanem teljesen el is fogyott, és 76 milliárd forintos mínusz lesz, ami jól láthatóan mutatja azt, hogy nem bánnak jól a fővárosi vagyonnal. De amikor az ember fölteszi a kérdést, hogy mi is történhetett, és amikor egy elemző elkezdi megvizsgálni a eddigi hírek, megnézi, hogy pontosan a fővárosnak egyébként milyen feladatköre is vannak, és mikre költött, és hát elsőnek, ami szembe tűnik, az, hogy Karácsony Gergely indokatlanul magas tanácsadói testületet tart fönn, több mint 50 tanácsadója van, ez is nagyjából évente fél milliárd forintba kerül a fővárosnak, de elég, ha megnézzük azokat a fejlesztéseket, amik már 2019-ben is ütemezve voltak, ilyen például a Blahalúza téri felújítás, ilyen például a Láncid, ahol a fővárosi új vezetés, mikor 2019-ben átvette, akkor azt mondta, hogy nekik nem felelnek az eddigi tenderek, ők ezt szeretnék felülvizsgáltatni. Na most ez egy racionális környezetben, ez egy indokolt döntés lenne, de végül az derült ki, hogy sokkal drágábban tudják csak megcsináltatni ezeket a tereket, azaz a korábbi már kész olcsó szerződéseket, egy jóval drágább szerződéseket cserélte a Karácsony Gergely és stábja, ami egyértelműen politikai hiba volt. Hiszen, hogyha mondjuk csak a Láncidat nézzük, akkor ott egy 6 milliárddal drágább beruházás valósult meg, és nem is készül el minden, ami az eredeti tervek benne volt. A Blahalúza térnél ugyanezt látjuk, megdrágult 400 millió az egész beruházás, közben pedig nem végeznek el mindent, ami az eredeti tervekben benne volt, mert az új tender hiába lett drágább, azokat már nem tartalmazta. Úgyhogy elsősorban a felelőtlen gazdálkodás lehetett mindezt visszavezetni, mert egyébként már a kerületi polgármesterek sem elégedettek. Itt lehet beszélni baloldali és jobboldali vezetőkről egyaránt, hiszen most már ott tart a főváros, hogy nem tudja ellátni a feladatait, például a szemét, szállítást nem tudja megoldani, nem tudja megoldani saját kasszával az utaknak felújítását, és a kerületeknek, akiknek egyébként ez nem lenne dolga, ők veszik már át a fővárosnak feladatait, annyira fegyelmezetlen gazdálkodása volt a főváros. És hát ugye akkor a BKV-ről még nem is beszéltünk, amelynek ugye a leállításával próbálják fenyegetni a kormányt. Így van, ez nagyjából három havonta vagy fél évente elő szokott kerülni. Azért a főváros nagyon sokszor ezeket a fővárosi cégeket csak zsarolásra használja föl. Én azt nehezen tudnám elképzelni, hogy az villamos vagy a buszjárat az ne járjon Budapesten, de egy nagyon jó zsaroló eszköz a főváros kezében. Én azért kiemelném azt, hogy Karácsony Gergelynek a legfőbb politikai teljesítménye az elmúlt három évben az nem az, hogy jól működtette a várost, hanem hogy szüntelenül tudja gerjeszteni a budapestiek körében a kormány ellenes hangulatot. Amikor ilyen BKV-val jogatnak, akkor pontosan ezt látjuk. Ugye mindig azt is felrója a kormánynak, hogy azokat az önkormányzatokat támogatják jobban, ahol kormánypárti a vezetés. Ez kimutathatóan nem így van. Például Niedermüller Péter, DK-s polgármester elment arra az egyeztetése, amikor a nehéz helyzetbe került önkormányzatoknak a támogatásáról volt szó. Ott politikai okokból nem mentek el bizonyos kerületek, ezért maradtak ki a támogatásokból. De egyébként, ha már itt tartunk, akkor fontos azt is megemlíteni, hogy ez egy virtuális jelenség. Tehát a fővárosnak bizonyára van egy pénzügyi gondja, egy nagyon nehéz pénzügyi helyzete, de ezt politikailag is gerjesztik, az egyértelműen kiderül. Emlékezzünk vissza, hogy két héttel ezelőtt körülbelül Gyurcsány Ferenc egy rádióinterjúban kijelentette, hogy az ő világlátásában, az ő politikai felfogásában nem az a cél, hogy egy főpolgármester jól működtesse azt a várost, aminek a lakói megbízták a főpolgármestert, hogy vezesse, hanem az, hogy szüntelenül a kormány szembe helyezze magát, konfliktus vállalja a kormánnyal. És hát látjuk is, hogy eltelt két hét, és Karácsony Gergely ráült erre a vonatra, elkezdte azt a politikát folytatni, amit Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag megrendelt tőle abban a rádióinterjúban. Itt nagyon fontos észrevenni az összefüggéseket. Ha az ember megnézi Gyurcsány Ferencnek az elmúlt hetekben a politikáját, akkor jár az országot különböző polgármesterekkel ül le tárgyalni, és jelenti be azt, hogy 24-ben fogják támogatni.
szerintem Karácsony Gergely is leült már Gyurcsány Ferenc, és elmondta, hogy mik azok a feltételek, aminek a segítségével fogja tudni támogatni, és hát ezt látjuk most megvalósulni a gyakorlatban is. Karácsony Gergely gyakorlatilag Gyurcsány politikáját teljesíti. Vagyis ez azt jelentheti, hogy Karácsony Gergely akár újraindul majd a főpolgármesteri posztért? Én ebben biztos vagyok, hogy meg fogja próbálni, már csak azért is, mert a politika egyik alapszabálya az, hogy inkumbens jelölteknek nagyobb az esélye, mint az ismeretlen jelölteknek. Karácsony Gergely ugye inkumbens jelölt, 19 óta vezeti a fővárost, szerintem egy politikai hiba lenne őt levenni a tábláról, az viszont biztos, hogy a DK meg fogja kérni a támogatásának az árát, ennek az árnak a kifizetését láthatjuk most. Viszont egy ilyen helyzet után, amikor ő ugye csőddel fenyegetőzik, nem egyszer, hanem ugye ezt már többször megtette, vajon mennyire bíznak még meg benne a fővárosiak? Itt szerintem ketté kell választani ezt a kérdést, mert létezik az a jelenség, hogy mennyire elégedettek a választók a fővárosi vezetéssel, az egy dolog. Az viszont, hogy mennyire tudják elhinni, hogy a kormány is hibás ebben az egészben, az egy másik dolog. Emlékezzünk vissza, hogy 2022. áprilisában, amikor országgyűlési választások voltak, már akkor is nagyon sok problémája volt a fővárosnak, mégis a fővárosi szavazók nagy része az a baloldali jelöltet tartotta alkalmasabbnak. Ez nem feltétlenül azt tükrözte, hogy elégedettek a baloldali politikával, hanem az, hogy szembe helyezkednek a kormányra és újraadják le az ott szavazatokat. Én el tudom azt képzelni 2024-ben is, hogy nagyon sok szavazó elégedetlen lesz Karácsony Gergellyel, hiszen nem sok dolog van, amivel elégedettek tudnak lenni, de a kormány ellenség miatt lehet, hogy befogott torra, vagy becsukott szemmel, de fogják húzni az X-et a baloldali jelöltje mellett. Ki lehet jönni ebből a csőd közeli helyzetből? Mit gondolsz? Alapvetőleg szerintem igen. Azért a történelmi tapasztalat és a gazdasági ismeretek azt mutatják, hogy országok és települések nagyon nehezen tudnak becsődölni végérvényesen, mert mindig van egy mentő, amit oda tudnak nekik dobni, és ki tudják őket menteni. Azonban nagyon nem mindegy, hogy a főváros hogy tud kijönni egy ilyen pénzügyi helyzetből, hiszen minden elherdált forint az valójában azt jelenti, hogy ezek a fejlesztések, amikre egyébként lett volna pénz, azok nem fognak megvalósulni. És vajon most Karácsony Gergely bár támadja a kormányt, de a kormánytól vár támogatást és mentőövet? Szerintem vannak erre utalások, hogy szeretne egy ilyen alkuhelyzetbe kerülni a kormánnyal szembe, hiszen pár napja bejelentették ezt a csomagot, amivel próbálják kihúzni az évet. Ennek a csomagnak része az is, hogy a kormány szabálnak bizonyos támogatásokat, és egyébként a kormány már csak azért is, mert Budapest mindenki partner szokott lenni bizonyos támogatásokban. Emlékezzünk vissza a Láncid felújításán, a kormány vállalta, hogy amint befejeződik a felújítás, akkor 6 milliárd forintot ki fog fizetni ebből a beruházásból, a közösségi közlekedéshez is hozzájárul a kormány, a személyszállításhoz is hozzájárul a kormány. Alapvetően a kormány és a főváros kapcsolata bizonyos mértékig rendezett, csak nagyon sokszor politikai érzelmek túlfűtik. Krisztián, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Talabér Krisztiánnal, a Nézőpont Intézet elemzőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. További szép estét kívánok neked, szia! Szép estét, köszönöm szépen!